Thank you.
Kedves gyülekezet, körülbelül 10 nappal ezelőtt Levente felhívott engem, és megkért, hogy ha úgy is jövök, ugye, mert jönnöm kellett, akkor szeretnék, hogyha ezen a mostani alkalmon kerülne sor arra, amit mi úgy hívunk a Biblia alapján, hogy a gyermeknek a bemutatása, Bellának a bemutatására. Nem tudom, mindjárt tisztában vagyunk ezzel a fogalommal. Ugye általában a mi társadalmunk keresztséget vagy keresztelőt ismer ebben a korban, ami elkötelezést jelent, elkötelezettséget egy adott vallás és annak a követése mellett, de legtöbben érzik azért, hogy olyan furcsa, egy kisgyermek mit tud arról, hogy őt elkötelezték, ezért kereszt szülőket szokás kijelölni, ugye keresztapát, keresztmamát, akik hát egyfajta felelősséget vállalnak ezért. Ez az ismertebb gyakorlat a társadalomban, de a Biblia nem ezt követte, és mi is azt szeretnénk követni nyilván, ami a Bibliában van, amit úgy hívunk, hogy bemutatni az újszülött, a kicsin gyermeket az Isten előtt és az Istennek. Tudjuk, hogy Jézus Krisztussal is ez történt. Őt sem keresztelték, őt is bemutatták, ezt feljegyzi az evangélium. Bocsánat. És ennek a mintájára szeretnénk most mi is Bellát bemutatni a jó Istennek. Azért nézek így rám, mert nagyon aranyosan felöltöztettétek, és mikor megláttam, beugrott, hogy mi már ismerjük egymást régről, az internetről, én a Bellát. Ugye ő még annyira nem ismer engem, csak olyan jó volt meglátni őt. Igen, rólad beszélek. Mert annyira visszanézett rám. Azt akartam csak mondani tehát, hogy a bemutatásnak mi az értelme, mi az, hogy bemutatunk egy gyermeket. Én azt gondolom, hogy kettős jelentése van. Egyrészt Istentől vett ajándéknak tekintjük az életet, és ezt bemutatjuk, hogy ezt tudjuk, ezt kifejezzük ezzel az Istennek, mint egy hálát adva. Másrészt bemutatjuk olyan értelemben is ezt a kis életet, hogy ne csak az eddigiekben viselje magán az Istennek a gondoskodását, gondviselését, hanem a folytatásra nézve is. Mind a kettőnek van létjogosultsága, jelentősége, gyakorlati jelentősége. Nem természetes dolog, hogy egy élet megfogan, aztán megszületik, anyuka is és a gyermek is egészségesek, jól vannak, ez méltó a hálaadásra. Minden élet ajándék, ami az Istentől van és az Istentől jön. Igaz, hogy ebben a földi életben mulandó, tehát néhány évtized, ti is ismeritek nyilván az ígét, hogy a mi életünknek ideje 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, van akinek adatik több nagy ajándék, főleg, hogyha testi szellemi épségben éli meg, de a legtöbben azért valahova ide esnek. Ugye többen vagytok itt, akik a héten voltatok velem, egy barátunktól búcsúztunk kedden, ő is 70 és 80 között volt, a Laci. És valahol ez tudatosítja bennünk, én már akkor a szombatra is gondoltam, hogy milyen különös nekem is ez a hét, hogy megkértetek erre, megtiszteltetek ezzel a felkérésre. Egy élettől elbúcsúztunk kedden, egy másik kis életet formálisan legalábbis ma köszöntünk ilyen értelemben a körünkben. És tudatosítja ez bennünk azt, hogy ami most elkezdődik, ez a kis élet is emberi számítás szerint véges, igaz, most még az elején van és messze van a vég, de hogy hogyan gondolkozunk az élet felül meghatározza. Hogy kérdezzek meg benneteket, hogy ha rövidebb az élet, nem végtelen, csak 70-80 év, akkor kisebb az ajándék, vagy nagyobb? Nagy ajándék ez így is, jobban meg kell becsülni, mert csak 70 vagy 80 évünk van, amivel gazdálkodjunk, amivel jól bánjunk. És pont ez a helyzetnek a sajátossága, amiben vagyunk, hogy meg kell becsülni ezt az ajándékot, mert ebben a földjelben ez nem vég nélkül áll a rendelkezésünkre, és az, akiről most szó van, ő legkevésbé tudja azt, amiről én most itt beszélek. A felelősség az életére elsősorban a szülőket terheli, ha szabad így mondani. Az ő életéért elsősorban a szülők viselnek felelősséget, de szeretném tudatosítani, hogy a tágabb család is felelősséget visel, hogy merre alakul egy élet. De hagyd mondjam azt nektek, hogy a gyülekezet is, ahol ő majd élni fog várhatóan megnövekedni, mi mindnyájan felelősek vagyunk abban, hogy ez a kis élet merre alakul. És ezt jó, hogyha tudatosítjuk magunkban. Azt is tudatosítanunk kell magunkban, hogy a gyermeknevelés az még nagy kihívás, hogy így mondjam. Nektek ő az első gyermeketek, úgyhogy ti most tanuljátok. Itt vannak többen, akik már, hát hogy mondjam, profik ebből a számosság alapján legalábbis. És tudjuk, hogy ez nem könnyű dolog. Nem könnyű dolog. Nagy szükség van arra, hogy ehhez támogatást kapjunk. Bölcsességet is, meg lelki befolyás, meg késztetést. Talán emlékeztek rá, és talán jól idézem, most külön nem néztem meg. Sámson szülei azt kérdezték, hogy miként, hogyan bánjunk a gyermekkel. Ez az a kérdés, amit nektek különösen fel kell tenni nap, mint nap.
Örülök, hogy ő is örül az ünnepnek, amiről szól. De nektek fel kell tenni nap, mint nap, de valahol minden felelősséget hordozónak, mindnyájunknak fel kell tenni nap, mint nap. És én azt kívánom, és azzal zárnám a mondandómat, hogy miközben az örömöket vegyétek el ti is, szülők, én nem nagyon nagy öröm, minden nap én is tudom tapasztalatból. Tehát tényleg egy ajándék, a szülő is ajándékot kap ezzel az élettel. De a kicsi maga is egy ajándékot kapott ezzel a lehetőséggel. És ennek a kettős ajándéknak és ennek a felelősségnek tudatában teljen azt kívánom a ti család életetek, a szülői mi voltotokban a kettőtök élete is, amikor az ő érdekeire viseltek gondot majd testileg, lelkileg. De én nagyon kérek mindenkit, a család más tagjait is, meg a gyülekezet minden tagját, hogy ezt a felelősséget érezzük át mindenkor. És ha már így kiterjesztettem a hatáját ennek a felelősségnek, ne csak ő iránta, hanem a többi fiatal, meg gyermek iránt, akik iránt ugyanez a felelősség terhel bennünket, akik itt vagyunk. Most azt kérem, hogy álljunk fel egy imádsághoz, mert formálisan imádságban is szeretnénk Istennek felajánlani Bellát. Ha tudtok, ti is álljatok fel. Kegyelmes mennyei jó atyánk, azért jöttünk eléd ezen a mai napon, hogy hálát adjunk neked közösen, Évivel és Leventével és Bellával együtt mi is szeretnénk megköszönni neked azt, hogy csodát tettél újra ebben a földi történelemben, egy újabb életet indítottál útjára. Köszönjük, hogy Bella megszülethetett épségben, egészségben, és köszönjük, hogy a te ígéreted szerint Évit is megőrizted, megtartottad épségben, egészségben a gyermekszülésben. Szeretnénk közösen megköszönni azt az örömöt, amiben eddig is részük lehetett a gyermek várása, és születése, és eddigi neveltetése kapcsán. És az, ami legőszintébb, legforróbb vágyunk és kérésünk hozzád, hogy ebben a nagyszerű állapotban, a megajándékozottságnak ebben az állapotában, állj majd mellettük nap, mint nap, adj nekik olyan bölcsességet, amire szükségük lesz, és ami csak tőled származik, hogy hogyan tehetnék mindig azt, ami leginkább szolgálja a kisgyermek javát és üdvösségét. Mi nem csak ebben az életben gondolkodunk, nem csak itt szeretnénk, hogyha boldog lenne Bella, hanem azt szeretnénk, hogyha az örök életet is elérhetné, ahová neki is te nyitottál utat a te kegyelmedből, ami megváltunk halála által. Szeretnénk, hogyha az ő életében is valóra válna a te ígéreted, hogy amit elkezdtél, az be is fejezed. És szeretnénk, hogyha ő is, de szeretnénk, hogyha mi is, akik itt vagyunk, egykor ott állhatnánk majd a te országodban boldogan, veled együtt és egymással együtt mentesen minden rossztól. Ebben a jegyben kérjük minden áldásodat a kicsin gyermekre és az ő egész családjára, ami megváltunk nevében. Amen. Egy kicsit hagyj magassam meg. Örülök, hogy itt voltunk. Szerintem.